Imádkozzatok és tudunk érjétek, tűnös voltunkért fulladó, nevesben tiszta szívet és önteltet vagyunk, hallgass meg, ki az önökében a kérdés. 199-es énekkel. Megépítette a Ábrahám az oltárt, és rárakta a fát,
és megkötözte Izsákhoz és Liát, és feltette a szoltára a farakás tetejére. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy leváltja az ő fiát, akkor kiáltott neki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám. Ő pedig felelt, én voltam. És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekkel, és ne várj őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem. Felment Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy ahol hátra mögött egy kosakat, és karvánál fogva a szereinkben, oda ment tehát Ábrahám, és elhúzta a kos, és aztán hozta egy hívő áldozatul az ő fiáját. És nevezte Ábrahám annak a helynek felét, Jáhve Jirve, azért mondják ma is az ő hegyén a gondviselés. Isten legye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 298-as évek első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik, ó Jézus, áldott szentben, hallott igéhez. Ezzel a reménységgel, hogy kérjünk örökkévaló Istenet,
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünket a 403-as számú énekkel, a 403-as számú ének így kezdődik, a híveszévedet, ne zárt be hát. Vágyva mit szól neked, égi atyát, vágyalán légy, szava egyre követ, védj magad rám, nekem azt a szíved. Add át szíved, add nékem át, hallod a szívedre, jó szavád, búból, omályból, a fénybe vezet, ő szeretett szava, hagyjának szíved. Ezt fogjuk elénekelni, miután az énekkal szolgálatát meghalljuk. Az énekkal szolgálatban után a 403-as számú éneket fogjuk énekelni, nem mondom majd külön, de most hallgassuk meg. Thank you.
Üzenete, de a mára kijelölt szakasz az nem ez lesz.
25. verszakkal kezdődő szakaszt fogom olvasni, amelyet ülve hallgassatok meg. Máté evangéliumának 27. részéből tehát a 15. verszakkal kezdődő szakasz úgy szól, ünnepekként pedig egy foglyocokot szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akarna, mármint a sokaság. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barnabásnak hívtak, mikor azért egybe gyülekeztek, mondta nekik Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek, Barabást vagy Jézus, akit Krisztusnak hívnak. Mert jól tudja, hogy irigységből adták őt kézbe. Amit pedig az ő ítélő székében ül, tőle hozzá a felesége ezt üzenni, ne avatkozzál az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedettem ma álmomban ő miatta. A főpapok és a tények pedig rábeszélték a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Felt pedig a helytartó, és mondta neki, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek? Azok pedig mondták, Barabást. Mondta neki Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, aki Krisztusnak hívna? Mindjárt mondták, feszítsétek meg. A helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett, azok pedig inkább kiáltoztak vala, és mondták, feszítsétek meg. Pilátus pedig látva, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vett, megmosta a kezeit a sokaság előtt, és ezt mondta, ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. És felállt az egész nép, és mondta, az ő vére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Akkor elbocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítsék. Ez a passió történet, vagy a passió történetnek eme szakasza, az megtalálható a mindani evangéliumban, és egy kicsit másként található meg minden evangéliumban, mert arra gondolnak az írás kutatói, vagy az írás kutatók, hogy van egy ős szöveg, amelyből mindenki dolgozott, és ez az ős szöveg talán leginkább Máté evangéliumához, hanem Márk evangéliumához hasonlít, vagy fordítva, mert arra mindenki rájött, hogy talán a leghitelesebben Márk evangélista az, aki lejegyzi azokat a dolgokat, amelyek Jézus perével kapcsolatosak. De arra is rájöttek, hogy nem az az ős evangélium, az ős forrás, hanem nagy valószínűséggel Márk is találkozott azzal az ős szöveggyűjteményen, amely lehet, hogy szóbeli hagyomány volt, lehet, hogy írás töredékek is felelhetők voltak, amiből ő dolgozott. Máté evangéliumában tehát nem ugyanúgy van leírva ez a történet, mint ahogy Márknál lenne, vagy Lukácsnál, vagy Jánosnál, hanem valamilyen formában megpróbálja közölni, közelebb hozni hozzánk azt a történetet, amely sohasem történt meg, még a világtörténelem alatt egyszer valakit próbáltak hasonló módon feláldoztatni, ez pedig nem volt más, mint Izsák, akit meg történetét felolvastam, de tőle sem várta az örökkévaló Isten, hogy ilyen formában hozzon áldozatot. Egy picit vizsgáljuk meg azt, hogy mi is a nagy tanács, ki is Pilátus, vajon hogyan is
zajlott le Krisztus pere, a kettejük közötti viszony vajon hogyan befolyásolta Jézusnak a halálát. Második századtól foglalják írásba azt a törvénykezést, amit a nagy tanács végzett, ugye nem volt mindenben jogköre a nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek, csak bizonyos vallási, etikai ügyeket bízott rá a megszálló hatalom, és politikai ügyekbe sohasem vonta be őket, hanem megpróbált egy ilyen álítélkezést, áltörvénykezést a kezükre bízni, és közben minden fontos dologban, így például az élet és halál kérdésében is a megszálló hatalom hozott mindig döntést, így jelen esetünkben nem más, mint Pilátus hozta ezeket a törvényeket és ítélkezéseket. Sajnálatos módon az egyház történelem során megpróbálták a zsidó népet áldozat helyett ítélkező és istengyilkos képben feltüntetni, pontosan erre a törvénykezésre hivatkozva, amit a legvégén olvastam fel, hogy azt kiabálják vére rajtunk és a mi gyermekeinken, az nem zavart senkit, hogy oda a törvénykezés helyére 100 embernél több nem fért be, hanem úgy gondolták, hogy a nép alatt azt kell érteni, mintha most Magyarországon mindenki egyszerre üvöltözne, hogy vére rajtunk és a mi gyermekeinkkel. Nem így történt, és persze ez nem jelenti azt, hogy azoknak ne lenne felelősségük, akik az adott szituációban ítéletet mondtak Jézusról. Vajon valóban Pilátus szerepe olyan szimpatikus-e, ahogyan le van jegyezve itt Máténál, vagy pedig ezek későbbi írásoknak a következményei, amelyek megpróbálják a római birodalom felé igazolni azt, hogy nem kell rettegni a kereszténységtől, hanem lám-lám Pilátus is milyen nagyszerű dolog volt, aki nagyszerű ember volt, aki fölfedezvén Jézus ártatlanságát, még a kezét is megmosta, és így egyre inkább a zsidóságra lehet tolni ezt a borzalmas ítélkezést, amely minden szegmenségben törvénytelen volt. Mindezt csak azért mondom el, hogy nem erre kell fókuszálnunk ennek a történetnek a kapcsán. Persze fontos és érdekes, hogy az ember megvizsgálja azt, hogy milyen körülmények között zajlott ez a per, és milyen helytállása vagy gyávasága volt az adott embernek abban a korszakban. Hogy mondjak itt egy teológián szerzett élményemet, az egyik professzor segítségével alkalmunk volt a 3x3-as dossziékba beletekinteni, és mielőtt odaengedett volna bennünket, történész professzor volt, odaengedett volna minket az aktákhoz, hosszú órákon keresztül azt magyarázta, hogy nem lehet felületes ítéletet hozni. Nem lehet elmarasztalni valakit, mert ez a legkönnyebb. Hanem ha lehet valamiféle konklúziót, ítéletet megfogalmazni, az csak ön számára kötelező és magunk számára lehet irányadó. Olyan könnyen hozza az ember az ítéletet, ki az, aki a bűnös adott szituációban, ki az, aki esetlegesen nem mervén szembeszállni a megszálló római hatalommal, 3x3-as ügynöklet. Sosem lehet ezt tudni, hogy mi az, ami az embert oda hajtja, hogy kellő időben, amikor számunk életik rajta, kicsoda neki Jézus Krisztus, akkor jó vagy rossz döntést fog hozni. Így
Én ma lehetünk szomorúságotokra, egy egészen más aspektusból szeretném vizsgálni ezt a történetet. Vajon mi az, amit nekünk, akik itt ülünk, szól, mond, van-e valami üzenete, ami számunkra, vagy pedig ezt nem lehet más összefüggésben vizsgálni és értelmezni, csak úgy, hogy szó szerint mi is történt ott Jézus felében. Vagy lehet valami tágabb megközelítés ennek a történetnek, és lehet úgy vizsgálni, hogy neked, nekem mond-e valamit? Vajon üzene valamit általánosabb értelemben ez a történet? Nagyon érdekes a két személy, aki részt vesz ebben a történetben, az egyik Barabás, a másik Jézus. Talán van közöttünk olyan, aki látta azt a nagyszerű filmet, amely a Latorról szól, egy másik szereplője ennek az egész passió történetnek, amikor már egy kicsit tovább lépünk innen, és arról a Latorról van szó, aki megtér a kereszten Jézus mellett. Nagyszerű a feldolgozás, nem erről akarok beszélni, de hogy milyen érdekes az, hogy Jézus utolsó óráiban is bűn marad ahhoz, amiért érkezett, hol a Lator kap mennyei bocsánatot, hol pedig Barabás nyeri vissza a szabadságát, pedig följegyzik róla, hogy részt vett egy véres szendülésben, amelyben gyilkosságok következtek be, és nyilván azért domborítják ki a feljegyzői ennek a történetnek a Barabás gyilkosságát, hogy lehessen különbséget tenni Jézus és egy gyilkos között. De Jézus azért érkezett erre a földre, hogy Barabásnak szabadsága legyen. Nem azért érkezett erre a földre, hogy Jézus szabadon bocsássák. Följegyzi az evangélium, hogy egyik helyen, hogy beszélgett Pilátussal, és persze senki nem volt szemtanúja ennek, és ezek azok, amelyeket nyilván szóbeli hagyomány alapján jegyzik fel az evangélisták, hogyha én király lennék, hogy a zsidó királynál titulálja Pilátus Jézus, akkor az én katonáim vitézkednének én életem. Rossz nyomon járunk, ha Jézus egy olyan fajta királyság és hatalom környezetében próbáljuk megtalálni, amely földi értelemben hatalom és királyság, amely nem szól másról, mint arról, hogy hogyan lehetne előrébb jutni, hogyan lehetne minél nagyobb vagyont szerezni, hogyan lehetne kiváló helyezkedéssel elfoglalni bármiféle státuszt, amit egy világi hatalom adhat. Rossz nyomon járunk, ha a kereszténységet, ez azt jelenti, hogy krisztusi, e területen próbáljuk megtalálni. Elbeszélünk akkor egymás mellett, Jézus elmegy melletted, és nem fogsz vele találkozni. Áll Jézussal, ahogy a Szentírás írja, bar Jézussal fogsz találkozni, aki csak nevében Jézus, és azt hiszed lehet, hogy elegendő az, hogy te önmagad úgy fogalmazod meg, hogy én keresztény vagyok, én elhiszem, hogy van Isten, nem ezt jelenti a Krisztus követése, nem ezt jelenti azt, hogy valaki azt mondja önmagáról, hogy krisztusi. Mit jelent tehát? Adott pillanatban a föltett kérdésre válaszolni kell. Ki legyen szabad? Barabás vagy Jézus?
Jézus, és most behelyettesíthetném a saját nevünket. Ki legyen szabad? Barabás, te, én vagy Jézus. És mit jelenthet ez a kérdés föltevés? Vajon fog menni tovább a világ úgy, ahogyan te elképzeled és berendezted önmagadnak? Vagy Jézus szabad lehet abban az értelemben, hogy uralkodhat benne? Nem a világ hatalmára vágyik ő. Nem arra vágyik, hogy ő legyen a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök, hanem arra vágyik, hogy a te bűnös életed megváltozzon. Nem arra vágyik, hogy ő legyen a világ legerősebb hatalmának a vezetője, hanem arra vágyik, amit Ars Poetikájában megfogalmazott, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem, elmagyarázzam, hogy mi az, amit Isten elgondol az emberrel kapcsolatban, s mi az, amit az egyes embernek tenni kell ahhoz, hogy kétkedéseiben, gyötrődéseiben megtalálja a vigasztalást, és megtalálja azt a békességet, amit egyedül Isten adhat a mi számunkra. Az ide érkező megváltó, aki most éppen a vádlottak padján ül, és mindenki által gúnyolt és megvetett, azért érkezett, hogy a pislogó gyertyabél ne aludjon el, és a repet nád, az se törjön el. Azért érkezett, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszti láncig. Ebben az értelemben talán új arcot kap Barabás, új arcot kap Jézus, és amikor ez a kérdés tolul elénk, ki legyen szabad, erre csak ebben az értelemben lehet válaszolni. Amen. Énekeljük el a 402-es ének első verszakát, így kezdődik Záporként úr majd az áldás, így szól a ének. Ki az, aki részt vehet rajta, ki az, aki nem vehet részt rajta.
törvényeket szoktunk szabni, szoktak szabni, hogy ki az, aki részt vehet ebben a szakrális cselekedetben. Mindenki, akit érdekel, hogy Jézus mit tett értünk. Lehet, hogy nem tudunk még most sokat őróla, de egyet talán tudhatunk, hogy őt érdekelte azt, hogy mi lesz az emberekkel. Érdekelte őt, hogy mi lesz velünk, akik ma itt ülünk. És amikor az Úr vacsorájában veszünk részt, ez nem az egyház vacsorája, az Úrnak vacsorája, azt akarjuk kifejezni, hogy mi inkább arra a szabadságra vagyunk kíváncsiak, amit nekünk akart elhozni az Úrunk. Hadd bátorítsak mindenkit, hogy vegyen részt az Úr vacsorájában. Énekeljük el a megkezdett ének következő versszakát, és aki részt kíván venni az Úr vacsorába helyén, álljunk. Thank you.
Örökkévaló Isten mennyei édesatyánk, ahogy jutott mindenkinek a borból és kenyérből, úgy jut a te ingyen kegyelmedből mindazoknak, akik kérik és várják ezt. Legyen békességetek, és az Úr legyen veletek. Amen. Foglaljunk helyet, és hagyj kérdezzük meg Rékától, hogy hallunk-e valamit telefonáról. Nincs, akkor a megkezdett ének a 402-es ének a harmadik és negyedik verszakát énekeljük el. A negyedik verszakot majd záró énekként fennállva fogjuk énekelni az áldás után. 402-es megkezdett ének a harmadik.